Azt is lehet mondani, hogy hazajárnak az atléták Nyíregyházára, mivel az elmúlt két évben már a Tiszavasvári úti csarnokban rendezték meg a fedett pályás országos bajnokságot. A jubileumi 50. OB-nak is az atlétikai centrum lesz a helyszíne. A kétnapos rendezvényen több mint 70 szakember, versenybíró és segítő dolgozik azért, hogy minden zökkenőmentesen alakuljon. A nyíregyháziak idén már több versenyt is rendeztek a csarnokban. Volt két olyan versenyünk ebben az évben is, ami nemzetközileg is elismert verseny volt, hiszen a magyar egyesületeken, versenyzőkön kívül 7 nemzet atlétái voltak itt, és mindenki megelégedéssel távozott. Sőt, a múlt héten volt a szlovák régiós, kassai régiónak a bajnoksága, ott is mindenki elégedetten ment haza az eredmények és a helyszín láttán. Idén fedett pályás világbajnokságot és szabadtéri Európa-bajnokságot is rendeznek atlétikában, nyáron pedig a párizsi olimpián állnak majd rajthoz a sportág legjobbjai. A fedett pályás országos bajnokságon ranglista pontokat lehet szerezni, így az atléták közelebb kerülhetnek a világversenyeken való induláshoz. A nyíregyházi éremesélyesek közül a gyalogló Helebrant Máté külföldön edzőtáborozik, ezért kihagyja a viadalt, de így is több hazai versenyző pályázik a dobogóra. Bízom benne, hogy Bakosi Péternek, illetve a helyieknek, Bakosi Péternek a magasugrás az nem fog problémát okozni. 2:20 fölötti eredményt várok tőle. Súlylökésben Tóth Balázs szintén első helyre esélyes. Nyisztor Petra remélhetőleg meg tudja verni a budapesti ellenfelét, és hát 1500 meg 3000 méteren Vörös Márk, aki meglepetést okozhat az ellenfeleknek, és örömet majd nekünk. 60 méteren Boros Bence egyre jobb eredményeket ér el most már a versenyeken, és hát remélhetőleg az egyéni csúcsához közel, vagy az egyéni csúcsát megdöntve ott lesz az első 3 hely valamelyikén. Az elmúlt két évben sokan voltak kíváncsiak a versenyre. A szervezők ezúttal is várják a szurkolókat, akik ingyen tekinthetik meg az országos bajnokságot. Én azt mondom, hogy mind a két nap jó, ha itt lesznek, hiszen nem ugyanazok a versenyszámok vannak egyik nap és a másik nap. És hát teljesen ingyenes a verseny látogatás. És hát nagyon bízom benne, hogy sokan leszünk, szurkolunk a nyíregyházi atlétáknak, szurkolnak a nyíregyházi atlétáknak, és szurkolnak a magyar élvonal atlétáinak is, hiszen akkor jó egy verseny, akkor hangulatos, meg akkor élvezik a versenyzők is, ha a közönség biztatja őket. A szombati program délután 2:30 a férfi hármasugrással indul, és az este 6:30 rajtoló 5 kilométeres gyaloglással ér véget. Vasárnap délután 1:05 kezdődik a női hármasugrás, a programot pedig a 17:25 rajtoló 4x400-as férfi váltó zárja.